adott két karakter. Charlotte egy izgalmas, gyönyörű francia nő, aki egy intézményesült francia magazinnak a főszerkesztője, a családi háttere is, és minden olyanná formája, hogy ő egy női etalon lehet, ami kicsit szíven is üti a másik karakterünket, Rékát, aki egy 20 éves magyar lány, annak minden lelkesedésével, bájával, ő Zuglóból érkezik Párizsba, egy médiabirodalomba, ahol egy ösztöndíjnak köszönhetően gyakornoki állást szerez. A liftben találkozik egy férfivel, aki szíven üti, és később aztán a szakmai útjaik is keresztezik egymást. Ez a férfi Charlotte-nak a párja, a szerelme, a szakmai jobb keze, és ez a három ember egy krízis helyzetben találkozik, és a teljesen esélytelennek tűnő kis magyar gyakornok lány hirtelen lehetőséget, esélyt kap. Tudok valamit a szerelemről. Hogy a szerelem mennyit tud rólam, azt jobb nem feszegetni. De a Párizsban töltött 10 hónap alatt végigküzdöttem életem legelvakultabb szerelmi párbaját. Pedig nem is egy férfit akartam elbűvölni. Csak Párizst. Itt nem csak egy szerelmi háromszög izgalmáról van szó, hogy megszerzi-e a férfit, hanem arról is, hogy érek-e én annyit nőként, mint az a francia nő. A magyar nők fel tudják-e venni a versenyt egy magyar lány egy olyan francia nővel, akinek az egész élete az egóról, a látványról, az illúzióról szól. Van-e esélyem? A szeretők órája. Így nevezik a franciák. Itt mindenki nagyra becsüli a házastársát, de a szeretőnek egyszerűen jobb az imázsa. Charlotte elegáns és boszorkányos. Kedvel engem, ő választott ki a címlapra is. Vincent a művészeti vezető. Kettőjükről az egész iroda tudja, hogy szeretők. Azt viszont senki sem sejti, hogy a szerelmi háromszögben én vagyok a harmadik.